A szakma kiváló tanulója verseny, első fordulója, az elméleti ismereteket mérte fel, a második fordulóban már szerepet kapott a gyakorlat. Ezeket az akadályokat maga mögött hagyva mehetett a Tolna megyei szakképzési centrum Vályi Péter szakképzőiskola és kollégium végzős tanulója, Varga Dorina az országos döntőre. A bejutásért keményen megdolgozott felkészítőivel együtt. Mint mondja, nagyon szeret a vendégekkel foglalkozni, velük kommunikálni. Többször hangoztatták már, hogy fesztivál hangulat van, és hogy így is fogjuk fel a versenyt, de azért nyilván az öt versenyző között, ami igazából legjobban mérvadó volt, hogy tényleg egy versenyben vagyunk, és mindenki szeretett volna eredményt elérni, meg szerette volna, hogy eredményes lesz maga a verseny. Fölmentünk már vasárnap, mert nagyon sok eszközt kellett fölvigyünk, ekkor bepakoltunk mindent, kicsit előkészültünk, körbejártuk a terepet, hogy hogy is néz ki. Aztán ezt követően hétfőn pedig kora reggel már ugye mentünk, és akkor volt legelső feladat, egy pauz kávékészítés volt, egy kevert ital, rétegezve kellett ugye elkészíteni, meg mellé egy presszót lefőzni, és akkor délután következett az élő munka. Ott pedig kettő külsős vendéget kapott mindenki, és akkor meg kellett teríteni ott igazából, valamint az élő munkás feladat pedig halfilézés volt. Ezt kellett ugye szakszerűen elvégezni, és akkor ezt értékelték. Aztán kedden pedig volt a díszterítés, előre meghatározott alkalomra volt, a Tarpai Szatmári Szilva Fesztivál volt, és akkor erre kellett egy díszterítést készíteni, valamint a menükártyát értékelték. A versenyzők a megmérettetés alkalmával egymás mellett dolgoztak. Láttuk a másikat, hogy ő hogyan készült, meg ő, hogy hogyan tanulta, hogyan is csinálja meg maga a feladatot. Egyedül a Pauz Cafénél nem voltunk, ugye egymás mellett akkor egyesével kellett, és a többiek ugye nem nézhették meg, hogy aki még vissza volt, hogy akkor ő most mi is vár valójában rá. Ugye ez volt az ilyen meglepetés feladat, de a többinél egymás mellett dolgozhattunk. Nagyon izgultam egyébként, főleg az elsőnél, hogy nem tudtuk, hogy mi lesz, mert az egy meglepetés feladat volt. Nem tudtuk, hogy hogy fog kinézni, vagy pontosan milyen feladatot is fognak adni. Aztán utána, amikor jött az élő munka, ott már kicsit megnyugodtam, mert ugye ott biztosabb voltam. Nagyon sokat gyakoroltuk a halfilézést tanárnővel, és az már egy biztosabb feladat volt. A díszterítésnél ott már tényleg már tudtam, hogy akkor mit, hogyan csináltuk, és akkor úgy az alapján. Dorina érezte, hogy az egyik feladatot nem sikerült maradéktalanul teljesítenie, ezen csúszhatott el a dobogó legfelső fokára jutása. A Pauzt Cafén, ott lehetett volna még jobb, ott kicsit elhamarkodtam igazából maga az egész folyamatot, de utána szerintem tényleg a legjobb tudásom szerint próbáltam a másik kettő feladatrészt megoldani. Apró eltérések voltak mindenki között, ott már mindenki legprecízebben próbálta elvégezni a feladatot, de szerintem úgy gondolom, hogy én nagyon örülök neki, hogy harmadik helyet is elhozhattam haza. A Tolna megyei szakképzési centrum Vályi Péter szakképzőiskolája büszke a Dorina által elért eredményre. Felkészítő tanára bevallotta, valószínűleg jobban izgult a verseny alkalmával, mint a diáklány. Felemelő érzés volt az, amikor a díjosztó ünnepségen elhangzott a Dorina neve, és a pincér szakmában ő a díjazottak közé kerülhetett. Nagyon nagy boldogság is volt, és büszkeség, és büszke voltam én arra személy szerint, felkészítő tanárként, hogy ott lehettem vele magán a versenyen, ahol adott esetben együtt izgultunk, vagy talán én jobban izgultam, mint ő. És ez egy olyan, számomra is egy olyan meghatározó élmény volt, hogy érzékelhettem azt, hogy az a sok-sok munka, az ő munkája, az én munkájám meghozta a gyümölcsöt, és elértük ezt a szintet, és ténylegesen ott lettünk a legjobb ötbe, elsőként ez, és utána ott az legjobb öt pincértanuló közül ő lett a harmadik. Mérhetetlen boldogság és büszkeség, nem csak nekem, az iskolának is. És valójában az, hogy ezt így közösen értük el, és ezt kell mondjam közösen, nem csak az én felkészítő tevékenységem kellett hozzá az írásbelire felkészítésként az igazgatónő munkája, kellett hozzá a két éves duális partnernél töltött gyakorlati idő, mert az alapokat valójában és az alapok fejlesztését ott szerezte meg az ottani oktatójával, Pintér Zoltánnal közösen együttműködve. A feladatok teljesítése során a kísérők is felmérték, hogy apró eltérés van csak a diákok teljesítménye között. Valójában ezt a zsűri is többször hangoztatta az egyes feladatok után, amikor részértékelést
tartottak, hogy nagyon-nagyon minimálisak a különbségek. Tehát hasonló szintű feladatmegoldásokat hoztak a diákok, és közel hasonló módon oldották meg a feladatokat. Nyilván az adott egyéni rátermettségben volt némi nemű különbség, ez hozta meg a végső rangsort. Én nem erre tippeltem volna, ez az igazság. Én a Dorina munkájába biztos voltam, tudtam, hogy az a sok-sok gyakorlás meg kell, hogy hozza az eredményét, hogy mi lesz a végső döntés a zsűri részéről, ezt nem lehetett tudni. Akkor a díjosztó délelőttként tudtuk meg ténylegesen. Voltak azért technikai különbségek a diákok között, egy-egy feladat elvégzés között. Az a pici kis nyuansz hozta meg a sorrendet, sorrendbeli különbséget. A zsűri tagjai vendéglátós szakemberek voltak a Hung Expo területén megrendezett szakma kiváló tanulója versenyen. De a középdöntőtől kezdve figyelemmel kísérték a diákok munkáját, és tudták, hogy ott a középdöntőn hogy teljesítettek egy részfeladatot már hogyan javítva, és ez nagyon fontos volt, hogy amikor a középdöntőben értékelték a tevékenységet és típushibákat megemlítettek, a diákok azokat a típushibákat már itt a döntőben nem követték el. Erre kifejezetten mi is nagyon figyeltünk. És még egy nagyon fontos dolgot szeretnék megemlíteni, hogy itt a különleges ételmi munka kapcsán fölmerült, hogy halfilézés volt a feladat. És valahogy ez, nem tudom, ezt én éreztem rá talán, itthon a különleges ételmi munkák közül a legtöbbet ezt gyakoroltuk. A bronzérmes Dorina a közelgő vizsgaidőszaknak egy kis könnyebbséggel indul neki. Mentességet kapott a szakmai vizsga a szóbeli, illetve a gyakorlati projektfeladat része alól. Az írásbelire, a központi interaktív írásbelire sajnos nem, ugyanis ott az az előírás, hogy az írásbeli 60 pontot, azaz 60%-ot kell elérni Dorinának. Sajnos nem volt meg ez a 60 pontja, 58 pontja volt, de el kell mondjam, hogy olyan nehéz volt ez az írásbeli feladatsor, hogy a döntőbe jutott 5 diák közül egy diáknak volt 64 pontja, utána következett sorrendileg pont szám alapján Dorina az 58-at. A Vályi Péter Szakképző Iskola történetében a pincér vendégtéri szakember szakmában, sőt, összességében a vendéglátás területén Dorináé a legjobb SKTV eredmény. Az intézményben nagy hagyománya van a szakma kiváló tanulója versenyen való részvételnek, eddig 101 dobogós, közöttük számos első helyezést értek el tanulóikkal, összesen 19 szakmában, elsősorban a gépészet ágazatban. Ebben a tanévben 13 vályis diák indult a versenyen, Dorina helyezésén kívül, két köműves és egy szakács tanuló ért el olyan eredményt, hogy mentesül a szakmai vizsga interaktív része alól.